Jó estét kívánok! Advent harmadik hétvégéjén köszöntöm a Sárvári Televízió kedves nézőit. Hírek 7-kor című közéleti magazinműsorunk december 13-i adását látják. Elsőként nézzük képes tartalomjegyzékünket. Évzáró rendezvényen köszöntötte a városvezetés a helyi civil szervezeteket. Adományból vásárolhatott új gerinc hordágyat a Sárvári mentőállomás. Idén is jó évet zárt a Sága Foods ZRT, több húskészítményük is piacvezető lett a kategóriájában. Rába Sömjénbe, a nagycsaládosokhoz és a postatérre is ellátogatott a Mikulás. Az elmúlt vasárnap a második gyertya meggyújtásával folytatódott az adventi rendezvény sorozat. Miklós püspök névnapján adta hagyományos évzáró koncertjét a Kanona Band. A sárvári vonósok idén is adventi hangversennyel örvendeztették meg a sárvári közönséget. Nidzában a Tinódi Gimnázium tanulói képviselték hazánkat egy nemzetközi turisztikai versenyen. A boszorkányokról tartott előadást Kis Gáspár a Pán Európa Klubban. Győzelemmel zárta az őszi szezont a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabda csapata. November végén egy teremlabdarúgó villámtornával zárult a Városi Kispályás Bajnokság. A sárvári képviselőtestület december 16-án, kedden 16 órai kezdettel közmeghallgatást tart, majd ezt követően idei utolsó soros ülésére kerül sor. A közmeghallgatás témája a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályok és az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosulása lesz. A testületi ülésen napirendre kerül a Sárvárváros önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzat. Tárgyalják a képviselők a Sárvári Gyógyfürdő Kft., a Sárvár Távhő Kft. És a Sárvári Zöldpont Nonprofit Kft.-t érintő napi rendeket is. Jóvá hagyják a testület 2015. évi feladattervét. Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról. Módosítják a köztemetők rendjéről és a közterület használatáról szóló rendeleteket. Sor kerül Sárvár település rendezési eszközeinek módosítására. Jóvá hagyják a Sárvári Hírlap 2015. évi nyomdai munkáira vonatkozó szerződést is. Évzáró rendezvényen köszöntötte a városvezetés a helyi civil szervezeteket. A találkozóra 53 helyi közösség képviselőit hívták meg. A meghívottakat Kondora István polgármester köszöntötte. Városunk első embere, aki maga is a civil szféra aktív részese, kiemelte, hogy 53 társadalmi szervezet működik jelenleg a városban. Ez a szám a dualizmus korát, a magyar polgárosodás felívelő időszakát idézi. Talán ott vagyunk, ahol a 19. század utolsó negyedében volt Magyarország és köztük Sárvár is, talán egy picit a szerkezete, más azért ma a civil szervezeteknek, mint ezelőtt egy olyan 130 évvel lehetett, de a 20. század első harmadában és a 20-as, 30-as években nagyon erős volt a helyi társadalom a civil szervezetek szintjén. Én ezért tartom nagyon fontosnak, és hát nem a mai napon találtam ki persze, hanem már a 80-as évek legelején magam is aktív közreműködője voltam a civil élet szervezésének, és akkor jöttem rá, hogy minden ilyen település, a legkisebb falu is talán, meg a legnagyobb város, anélkül nem tud igazából értékeket, valódi értékeket, mondjuk az, hogy polgári értékeket működtetni, fölmutatni, ha nincs mögötte egy olyan mélyen gyökerező és a társadalom, a helyi társadalom szövetét mélyen átjáró belső háló, amelyet nem tudunk rendeletekkel megteremteni, hanem azzal tudjuk megteremteni, hogy az embereknek lehetőséget adunk, illetve azt a belső tüzet, ami megvan a vezetőkben, megvan a tagságban, azt megpróbáljuk egy közös mágiába terelni. Sárvár tehát valódi, polgári gyökerekkel, hagyományokkal rendelkező város.
A civil szféra a rendszerváltás óta sokat erősödött, és ma már valódi kohéziós erőt jelent a helyi társadalomban. Minden fórumon el szoktam mondani, nem csak a civil szervezeti vezetőknek meg a tagságnak, hanem akár egy kisebb közösségben vagy hazai nemzetközi fórumokon is, hogy enélkül nem tudna igazából egy önkormányzat a feladatait, nem tudná teljesíteni a feladatait, mert számtalan olyan dolog van, akár a kulturális életszervezésében, akár a sport életszervezésében, akár a karitatív tevékenységekben, vagy egyéb ügyekben, hát döntést hozni, működni, működtetni, partnereket találni és keresni, hogyha ez a háló nem lenne itt mögöttünk, mert ennélkül valóban erőtlenek lennénk, illetve valami kényszer vagy kényszeredettség mindenképpen jelen lenne ebben az együttműködésben. A civil szervezetek rengeteg funkciót felvállalnak, a város életében fontos szerepet játszanak. Tehát szórakoztatják a vendégeinket, viszik a hírnevünket, szórakoztatják a sárváriakat adott esetben. Van egy belső életük, egy közösséget teremtenek, van egy feladatsoruk, amikor célukat tűznek ki, mert valamilyen versenyen akarnak például a sportok részt venni, a művészeti együttesek valamilyen produkciót részt akarnak hozni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ahhoz vezető út az a legfontosabb, mert az kovácsolja össze a közösséget. Hogyha vannak belső céljai, hogyha vannak belső értékei, abból tud igazából fölépülni, és ezek olyanok, mint az épületnek az építőkövei, egyik épül a másikra, és abból lesz egy erős erődítmény, amilyen Sárvár is. Az est vacsorával, illetve estében nyúló baráti beszélgetésekkel zárult. Adományból vásárolt új gerinc hordágyat a sárvári mentőállomás. Szerdán nem csak az új eszközt mutatták be az állomás dolgozói, de ezen a napon megköszönték adományozóiknak a rendszeres támogatást is. Az adományokból vásárolt új gerinc hordágyat be is mutatták a sárvári mentőállomáson szerdán délután. Szabó Zoltán, az állomás megbízott vezetője, azt is elmondta a megjelenteknek, hogy most már mindkét 24 órás és nappalos mentőkocsi rendelkezik a forkövetelményének megfelelő gerinc hordággyal. Ez a közel 400 ezer forintos eszköz kimentésnél rendkívül hasznos, úgynevezett gerinc hordágy. Amikor a kimentés során a sérültet a legkíméletesebb módon tudjuk esetleg roncsból kiemelni, anélkül, hogy a gerincét bármifajta negatív erőhatásnak tennénk ki. Ezen kívül az utóbbi időben használjuk nem csak baleseti sérülteknél, hanem ha például egy nagysúlyú beteget kell belgyógyászati jogból mondjuk egy nehezen megközelíthető emeleti részről lehozni, ott is kitűnően alkalmazható. A gerinc hordágy ára az Ikervári Motoros Klub és a sárvári motorosok, illetve a hozzájuk csatlakozó Car Bike Szerviz által rendezett jótékonysági bál bevételéből gyűlt össze. Az utóbbi időben is a mentalmás felújítás és a Guinness rekord óta vannak rendszeres segítőink, akik lehet, hogy kisebb összeggel, de rendszeresen vagy szolgáltatással úgy segítenek nekünk, hogy csak a defekt gumiszervizt említsem, akik gyakorlatilag az évszakok átmeneténél a gumicserét ingyenesen, térítésmentesen, soron kívül mindhárom autónknál megoldják, és szerettük volna valahogy megköszönni csak úgy a gyógyfürdőnek, hogy a dolgozóink részére kulturált pihenési lehetőséget biztosítottak, vagy a virágüzletnek, ahol a rendezvényeinkre virággal járulnak hozzá, vagy a Bistrolente étteremnek, ahol a rendezvényeinkhez természetbeni felajánlással járulnak hozzá ezen rendezvények sikeréhez. Tehát ezt szerettük volna tolmácsolni ezen az ünnepén a támogatóink felé, és egy kis emléklappal megköszönni a rendszeres támogatásukat. Az oklevelek átvétele után a mentőállomás támogatók elmondták, hogy mindig jó érzés adományozni olyan szervezeteknek, amelyek munkatársai szívvel, lélekkel teszik dolgukat. A sárvári mentőknek a város életében is fontos szerepük van, megmozdulásaikkal, programjaikkal Sárvár közösségét is pozitívan formálják. Idén is jó évet zárt a Sága Foods ZRT. Több termékük is piacvezető lett, és nagyon népszerű a vásárlók körében. Az eredményekről és a jövő évi tervekről Keleti Zsolt vezérigazgatót kérdeztük.
A Sága Food ZRT-ben 2013-ban egy nagyobb strukturális átalakítás kezdődött, amely az idén nagyjából lezárult. Keleti Zsolt vezérigazgató szerint a folyamat eredményes volt. Maga az átalakítás az ugye arról szólt, hogy egyrészt leválasztottuk, vagy bezártuk a mezőgazdasági területeinket. Ennek keretében az a helyzet állt elő, hogy szinte az összes farm, amit eladtunk, az ma is működik tovább. Tehát olyan embereknek sikerült ezt eladni, olyan vállalkozásoknak, akik ma is pulykát vagy csirkét tartanak ezeken a telepeken. A takarmánykeverő, amit szintén eladtunk, pedig a régióban az egyik legjobb takarmánykeverő volt eddig is, és az új tulajdonos komoly befektetéseket, beruházásokat eszközölt, úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerült egy olyan tulajdonos találni, aki hosszú távon gondolkodik benne. Ezek mindenképpen nagyon fontos dolgok. Ugye nálunk a Vágóhídnak a bezárása volt a legnagyobb esemény, ami nagyon sok embernek az állását is jelentette, vagy nagyon sok elbocsátást jelentett. A polgármesteri hivatallal is együtt dolgozva, vagy velük is tájékozódva, minimális az állás nélkülieknek a száma a régióban, illetve a városban. Tehát azt látjuk, hogy szerencsére a munkaerőpiacnak sikerült ezeket az embereket felszívnia. Tehát az, hogy hosszú távon vagy összgazdaságilag is jól sikerüljön ez az átállás, nyilván mi elsősorban Ságára koncentráltunk, de ezek nagyon fontosak voltak, hogy ne valami katyvaszt hagyjunk magunk után. Ami még folytatódik idén is, ez a Ságának a régi telephelye, ahol a Vágóhíd is volt, és ahol most is állunk. Ezt a telephelyet is megpróbáljuk eladni. Úgy tűnik jelenleg, hogy egy olyan vevőjelöltünk van, aki ipari területként szeretné ezt tovább hasznosítani, tehát megint nem a gaz fogja fölverni, hanem feltehetően fejlesztések lesznek ezen a területen, már nem a Sága nevében. A Sága az utca túloldalán fogja folytatni a tevékenységét, tehát az, ahol a füstli, a selyemsonka és a párizsik gyártása folytatódik igazából zavartalanul, tehát az lesz az új Sága, vagy az marad a Sága a jövőben. A cég 300 fővel dolgozik, amely olyan szempontból stabil, hogy csak 10-15 fős szezonális ingadozást mutat, például az évvégi virsli szezonban bővíteni kellett a létszámot. Szerencsére 2014-ben azt a fajta fejlődést, vagy azt a gazdasági javulást, amit terveztünk, azt úgy tűnik, hogy sikerül megvalósítani. Már 13 is azzal, hogy elindítottuk az átalakítást, jobb volt, mint 12, és most 14 jobb lesz, mint 13 volt. Ennek ellenére ez még nem elég, tehát ahhoz, hogy stabilak legyünk, tovább kell javítani az eredményeinket, ezért is van az, hogy még minden olyan eszközt, amit nem használunk a termeléshez, mint ez a telephely, ezeket eladjuk, ezek is jelenleg terhet jelentenek számunkra, és jövőre azt reméljük, hogy egy még kompaktabb cégként működve, kicsit talán rugalmasabban, gyorsabban reagálva a piaci kihívásokra, tudunk még javítani a pénzügyi eredményeken. Azért kellene még javítani, mert azt a pluszt kéne még megteremtenünk, ami egy folyamatos technológiai fejlesztéshez, beruházásokhoz, márkaerősítéshez, marketing költségekhez szükséges. Tehát a túléléshez elegendő szint megvan, de ahhoz, hogy 5-10 év távlatában megint fejlődni tudjunk, ahhoz még több fog kelleni. A Sága termékek közül a füstli továbbra is piacvezető a maga kategóriájában, sőt az egész országban. Nagyon erős a párizsi értékesítése, ez a termék minőségi fejlesztésen esett át az idei évben, és ez látszik már az eredményen is. A Sága selyemsonkája is piacvezető, de a jövő évben szeretnének a sonka területen is minőségi fejlesztéseket végrehajtani. Mint azt Keleti Zsolt mondja, a Sága hosszú távra tervez Sárváron. Ez azt is jelenti, hogy szeretnénk a sárváriak életébe is egy kicsit jobban belefolyni. 14-ben volt már egy-két olyan akció, májusfaállítás, ahol megjelentünk. Évvégén most van egy-két olyan jótékonysági esemény, ételosztás itt Sárváron is, Szombathelyen is, amiben részt fogunk venni. Mindenképpen ezt szeretnénk erősíteni jövőre. Több dolog miatt is, egyrészt mert azt gondoljuk, hogy szüksége van a városnak nem csak a szállodákra, hanem az iparra is, és olyan cégekre, akik hajlandóak a közösséggel együttműködni. Másrészt nekünk is szükségünk van egy olyan közösségre, egy olyan háttérre, amit Sárvár, illetve ez a kis régió ad nekünk.
Keleti Zsolt vezérigazgató végezetül elmondta, hogy mind a városon, mind a ságán belül megvan az az erő, amely azt a támaszt meg fogja adni az embereknek 2015-ben is, hogy sikeresek legyenek egyénileg és a családjukon belül. A Mikulás idén sem kerülte el a Rába Sömjéni gyerekeket, akik nagy szeretettel és izgatott készülődéssel várták advent első hétvégéjén a Városrész Kultúrházában. A Rába Sömjéni Kultúrház közösségi terme megtelt november 29-e délutánján szorgosan tevékenykedő gyermekekkel és felnőttekkel. Nagy volt az izgalom, mert mindenki a Mikulás érkezését várta. Ellátogatott Rába Sömjénbe Kondora István polgármester és Már Tivadar alpolgármester is. A programot a Rába Sömjénért Egyesület és Varga Károly, a Városrész önkormányzati képviselője szervezte. Sok szeretettel legelőször is, amivel vártuk őket, és rengeteg sok játékkal, szórakozással, kreatív munkalehetőséggel, illetve nagyon sok csokoládéval, édességgel, amit kaptak emberektől, szponzoroktól. Az idei advent idejére a Rába Sömjéni városrész is ünnepi díszbe öltözött. A szabadtéri dekoráció újdonságokkal is bővült. Azt gondoljuk, hogy egy kis fejlődés már most látszik, ugyanis a Rába Sömjének összefogásával egy gyönyörű szép adventi koszorút készítettünk, amit már ki is helyeztünk, és holnap lesz a gyertya meggyújtás, az első gyertya. Majd december 13-án pedig egy betlemet is fogunk készíteni, amit a Rába Sömjéni foldvarókör tagjainak a dolgozói készítenek, és egy gyönyörű látványosság lesz az is itt Rába Sömjénben. Hosszú-hosszú évek álma valósult meg most ezzel, hogy mind a koszorút, mind pedig a betlemet meg tudjuk csinálni. Tehát úgy érzem, egyre fontosabb és egyre jobb közösséget szeretnének építeni a Rába Sömjének, és azt gondolják, hogy valóban szükség is van rá, mert kell a közösség a mai rohanó világunkban. A Rába Sömjéni Kultúrházban a szorgos kezek munkája nyomán gyönyörű karácsonyi díszek készültek, akinek kedve volt, az diafilmet nézhetett, vagy énekelhetett is. Forró teát és forralt bort, finom sajtokat is kóstolhattak a Mikulásváró ünnepség résztvevői. A Mikulás érkezését már nem tudtuk megvárni, de a hírek szerint minden gyermek ajándékkal térhetett haza ezen a délutánon. Mikulásváró és egyben karácsonyi ünnepséget szervezett a helyi nagycsaládosok egyesülete is. Az immár hagyománynak számító rendezvény legkedvesebb momentuma a gyermekek produkciója volt. Advent első hétvégéjén a Sárvári Nagycsaládosok Egyesületének tagjai a katolikus iskola ebédlőjében gyülekeztek. A kicsik és nagyok zsibongása megtöltötte a termet. Sárai Péterné egyesületi elnök elsőként a Mikulást és Kondora István polgármestert köszöntötte. A Nagycsaládosok Egyesületének 58 család a tagja, amely közel 170 gyermeket jelent. Az idei esztendőben is több alkalommal segítette az Egyesület élelmiszeradományjal a családokat. Sárai Péterné köszönetet mondott az önkormányzat egész évi támogatásáért, amelyből megvalósulhatott a nyári nagy kirándulásuk is. Megköszönte a helyi vállalkozók támogatását, köztük olyanokét, akik maguk is nagycsaládosok. Ezeknek a felajánlásoknak köszönhetően várták például terített asztalok a Mikulás ünnepségen a kicsiket és nagyokat. A Szent László és a Gárdonyi iskolák igazgatóit is köszönet illeti, hiszen ők biztosítanak helyet az egyesületi rendezvényeknek. Idén Sárvár adhatott helyet a Családbarát Önkormányzatok Országos Díjátadó ünnepségének. Nem véletlenül, hiszen tavaly Sárvár nyerte el ezt a megtisztelő címet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. Kondora István polgármester nem érkezett üres kézzel az ünnepségre. Egy-egy kilogramm szaloncukrot hozott a családoknak. Beszédében kiemelte, hogy a vágyakozás és a várakozás összekapcsolódik egy karácsony előtt, és egy belső izgalom kerít bennünket a hatalmába. Várjuk azokat a pillanatokat, amelyeket együtt tölthetünk családi körben, békességben és szeretetben. Nekünk felnőtteknek az a feladatunk, hogy a gyermekeinknek igazi, bensőséges ünnepet varázsoljunk. A gyermekek önállóan készültek kedves műsorral, egyéni és csoportos verse-zenés produkcióval a Mikulásnak. A nagycsaládos ünnepség rendszeres fellépője évek óta a Jubiláte kórus, amely ezen az estén is gyönyörű dallamokkal örvendeztette meg a közönséget. Majd a gyerekek által nagy izgalommal várt ajándékoztás is elkövetkezett. A Nagycsaládosok Egyesülete fontosnak tartja, hogy minél több városi rendezvényen részt vegyen,
hiszen azt vallják, hogy úgy teljes és egész Sárvár, ha életébe annak minden tagja, így a nagy családok is bekapcsolódnak. Az eső sem akadályozta a Mikulást abban, hogy idén is ellátogasson a sárvári gyerekekhez, akikkel december 6-a délutánján a postatéren találkozott. Persze tele puttonnyal érkezett a nagyszakállú, így jutott ajándék mindenkinek. A Mikulás december 5-én a sárvári óvodákba látogatott, majd szombaton a postatéren várta sok-sok kicsi és nagy gyermek. Érkezéséig gyermekműsor szórakoztatta a téren összegyűlt tömeget. Jó gyerek ajándéka Csoki Mikulás, rossz gyerek ajándéka bizonya Virgács. Énekelték a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola szolfés csoportosai, akik a rossz, esős idővel dacolva lelkesítették a sárváriakat. A felkészítő tanáruk Paukovicsné Hegyi Kapriella volt. A gyerekeket láthatóan nem zavarta az eső, és a szervezőknek köszönhetően forró csokit és szaloncukrot is kóstolhattak a műsor alatt, sőt táncolhattak is. A sárvári hip-hop tánciskola, a Crazy Legs táncosai is feléptek a téren. Többször megpróbálkoztak hóvarázslattal is, hogy a kellemetlen esőt az évszaknak megfelelőbb csapadékká változtassák. 4 óra után nem sokára begördült a lovas hintó, mindenki legnagyobb örömére. Sajnos, mivel hó nem esett az elmúlt napokban, a szánját otthon kellett hagynia a Mikulásnak, akit ezúttal hótündér, hópihe, Rudolf a rénszarvas, valamint a manók is elkísértek. A Mikulással együtt érkezett és az ajándékosztásban is segített a Vas megyei közgyűlés alelnöke, Kondora Bálint. A gyermekszereplők a Gárdonyi Géza általános iskola második B-osztályos tanulói voltak, őket Erősné Szabó Ágnes tanította meg arra, hogyan legyenek tökéletes kísérői a Mikulásnak. Ezen a délutánon jutott minden gyereknek ajándék, Virgácsot senki kezében sem láttunk. Vagy otthon maradtak a rossz gyerekek, vagy bízunk abban, hogy Sárváron csupa jó gyerek lakik. A legbátrabbak egy közös fényképet is készíthettek a Mikulással, aki ígéretet tett arra, hogy jövőre sem feledkezik meg a sárvári gyerekekről, és ellátogat hozzájuk. Az elmúlt vasárnap a második gyertya meggyújtásával folytatódott az adventi sorozat a postatéren. Az ünnepi hangulatról a Nádasdi Történelmi Hagyományőrző Egyesület, valamint a Kávészünet nevű formáció gondoskodott. A pocsék esős, szeles idő ellenére meglepően sokan gyűltek össze az impozáns téren, és várták a Nádasdi Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjainak jelmezes fáklyás bevonulását. Miután a multidézők felálltak a színpadra, Kóta Pál énekmondó zenés műsora hangolta a közönséget, majd Németh Szabolcs, a hagyományőrzők titkára osztotta meg az adventtel kapcsolatos gondolatait az esernyők alatt várakozókkal. Mi is advent? Jelentése eljövet. Akár hívőként, akár nem hívőként is nézzük, a fény eljövetele. Az év egy olyan időszakában dacol-e 4 gyertya lángja a sötétséggel, mikor az napról napra növeli birtokát a fényességes nappal rovására. Az Egyesület egyik vezetője a beszéd további részében érdekes történelmi párhuzamokat vont az elmúlt 100 esztendő történéseit felidézve. Eszerint az első gyertya éppen egy évszázada az első nagy világégés, a második fényhozó pedig negyed század múltán a második világháború adventjén gyúlt lángra. Újabb negyed század. S a vietnámi háború fekete füstje folytogatta a világ világosságát. Harmadik gyertya. Alig telt el, majd negyed század, a világ megremegett, s vészterhes fellegek gyülekeztek a volt kommunista rendszerek felett. Nem lehetett tudni, hogy békés lesz-e az átmenet. De végül akkor a fény győzedelmeskedett. Negyedik gyertya. S most itt állunk, negyed századot ismét leróva. Egy újabb adventi koszorú gyertyái égnek, reményt adva az embereknek.
a remény második gyertyáját a beszéd után Szabó Krisztián, az Egyesület elnöke lobbantotta lángra. Az ünnepi műsor hátralévő részében a Kávészünet nevezetű négyes fogat adott elő ünnepi hangulatú, megzenésített verseket, melyek a test felmelegítését szolgáló forralt bor és forró tea mellett a lelkeket voltak hivatottak feltüzelni. Fények, szívekben béke, és új remények őzik, nézi. Üres a jászla, lesz talán mégis, aki megszánja, mackó is dörmög. Üres a kamra, pedig az ősszel jól telerakta. Róka is éhes, nincs vacsorája, de most az erdőt ő sem vadász. Miklós püspök névnapján adta hagyományos évzáró koncertjét a Kanona Band. A 16 éves csapat a megszokott helyszínen, a gimnázium tornacsarnokában szólaltatta meg a hangszereket. December 6-án kanonát is hozott a Mikulás. Az évvégi buli a kezdetek óta része a Kanona Kánonnak, olyan elmaradhatatlan zeneünnep, melyre gyakorlatilag az adott év első napjától kezdve készülnek a jó másfél évtizede, még igencsak ifjú, napjainkra azonban már tapasztalt zenészekké érő férfi emberek. Annak ellenére, hogy a Kanona Band 2014-es évben nem járt külföldön, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon gazdag évet zárhatunk magunk mögött, hiszen rengeteg fellépésen van túl a Kanona Band. Ezt úgy gondolom, hogy azoktól az emberektől, akik gondoltak ránk, hogy hívjuk meg a Kanona Bandet fellépni, mert egy nagyon jó csapat, ezt tőlük kaptuk, tehát ezt felfoghatjuk úgy is, hogy akkor december 6-án összegezve ezt a Mikulástól kaptuk. Nagyon gazdag évet zártunk, hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy nem csak zenei téren, hiszen a zenekarban van három, ha szabad így fogalmazni, akkor a három várandós apuka is, ugyanis Kéthelyi Tibor, Buzás László és Novák Szabolcs, a dobosunk is, hát fiatal apukák lesznek, ezt is én úgy gondolom, hogy írhatjuk nyugodtan a Mikulás számlájára. Sokat kapott tehát ebben az évben is az együttes a közönségtől, az élettől, és ezt próbálták viszonozni ezen az estén egy régi slágerekből és új darabokból összeforrasztott nagyévű repertoárral. A Kanona, mint minden évben, zeneileg mazohista, és minden évben megpróbálom megújulni, ami többé-kevésbé sikerül. Szerintem most egész más repertoárt adtunk elő, mint eddig szoktunk. Én szerintem a további energiával bírjuk, minden évben újat fogunk mutatni, legalábbis ez a cél. Próbáltunk egy olyan felállást megszólaltatni, amely ilyen 8 hangszeres, ilyen kicsit jazzes előadásmódot követel. A darabokat az amerikai piacról szereztük be, ami egy kicsit furcsa is volt, mert nem onnan rendeltük, de hát így jött össze. És szerintem viszonylag kulturáltan szólt, pláne úgy, hogy 3 erős szakszofonosunk ezt így meg is erősíti, hiszen a szakszofonok alapja a jazz zenének. Akik régebben, nem egészen alaptalanul, azzal vádolták a Kanonát, hogy a tagok úgymond statikus zenét játszanak, nem mozognak eleget, csak a zenére, a lecsupaszított hangzásra koncentrálnak, azok az utóbbi években bizony visszavonulót fújhattak, hisz a srácok pótolták a hiányosságokat, és a show területén is nagyot léptek előre. Röviden és tömören, a hangszeres muzsika mellett volt egy kis kulturált mozgás, no meg egy karakteres énekhang is. Előbbiről a Stop & Go táncosai gondoskodtak, utóbbi pedig Szabó Krisztina nevéhez fűződött. Az új arculatban úgy fér bele ez a kis táncos énekes egyvelek, hogy szeretnénk a közönséget, ha ne unatkozna, ne legyen egyhangú. Ezáltal fel kell dobni valamivel most azt, hogy teljesen véletlenül találtunk olyan számokat, amire rendelkezett egy őrült énekes vállalkozó a Kriszti személyével, meg is teszi és elénekeli. Ez szerintem színesíti úgy a repertoárt, hogy a közönség így kezd szórakozni a koncerten, nem csak meghallgatja és úgy minősíti, hanem úgy fajta élmény behatásként ezt úgy díjazza is. A publikum amúgy valóban díjazta a látottakat, hallottakat, gyakran hangos tetszés nyilvánítással fejezték ki tetszésüket a teremben tartózkodók, amitől a kanonás fiúk még inkább vérszemet kaptak, és a szünettel együtt jó 2,5 órás hangverseny végén még egy macska jajjal is megörvendeztették a White fülű nagyérdeműt. A
A sárvári vonósok idén is adventi hangversennyel örvendeztették meg a sárvári közönséget a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében. A fellépés után beszélgettünk a zenekar vezetőjével, Kovács Évával. Zsúfolásig telt a vár díszterme a sárvári vonósok adventi koncertjére, amely egyben a Nádasdy Ferenc Múzeum adventi rendezvénysorozatának nyitó programja is volt. Vas Taps jelezte, hogy a hangverseny egyöntetű sikert aratott a közönség körében. Ezen a mai koncerten először egy meghívott zenekar szerepelt, a Mazsola zenekar, a zeneiskola növendékeiből álló kis együttes, ami tavalyi évben alakult. És ővelük játszottunk három kis közös számot közösen, és utána pedig Corelli G-moll koncertó grosszóját, más néven karácsonyi koncertó grosszóját játszottuk ezen a napon, illetve Grieg Holberg szvítje szólalt meg a koncert második felében. A sárvári vonósok adventi hangversenyét követően Kovács Éva a zenekar idei esztendejét is értékelte. Idejében nagyon sok szereplésünk volt, mert a tavalyi adventi időszakban egy nagyon jó partnerkapcsolat alakult ki a Marcali Kalipszó kórussal, és ez a kapcsolat folytatódott. Idén is augusztus 20-án Marcaliban, illetve Mesztegnyőn voltunk, a 28. Kárpát-medencei ifjúsági találkozón vettünk részt, illetve az augusztus 20-ai Szent István királynapi ünnepségen vettünk még részt Marcaliban. Nagyon sok felkérésnek próbáltunk eleget tenni, az önálló koncertek mellett számos önkormányzati, illetve céges rendezvényen vettünk részt, illetve a saját tavaszi, illetve az adventi koncertünk is megrendezésre került. Mennyire stabilizálódott az együttesnek a tagsága, kikből áll, vagy válnak-e még új tagok? Hát a tagság most már stabilizálódott, úgyhogy szerencsére kialakult a zenekar, úgymond a magja. Még a basszus szekcióban azért várunk még embereket, de igazából most már ez alatt a három év alatt összekovácsolódtunk rendesen. Mert pont napra pontosan három évvel ezelőtt volt az első bemutatkozó hangversenyünk, ez a Nemesbőli templomban történt. Az eltelt egy évben Sárvár komoly zenei életének meghatározó része lett a vonós zenekar. Számos rendezvény közreműködői voltak. Azt hiszem, hogy most már elmondhatjuk, kialakult az a bizonyos közönség, akihez a zenénk elért, és igazából ez volt a célja a zenekarnak, mert azt szerettük volna, hogy ezt a fajta komoly zenét, illetve a vonós zenét megszeressék az emberek, és a mai koncerten a közönség száma most bizonyította, hogy ez megtörtént. Ez volt az idei esztendő zárása, lesz még program az idén, illetve mire készülnek a jövő évben? Ebben az évben még a Maminti Színjátszó csoporttal december 30-án a Szent László templomban fogunk szerepelni, igaz, nem a teljes létszámmal, de a zenekar jelentős többségével. És a következő évben is vannak már felkéréseink, február 7-én a Sárvári Oratórikus Kórussal a Spirit Hotelben fogunk szerepelni. Jövő tavasszal egy külföldi vendégszereplés is vár a sárvári vonósokra. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából a Marcali Kalipszó kórussal fognak fellépni Lengyelországban. Még októberben nyerte meg a gimnázium csapata a Global Travel and Tourism Partnership által hirdetett turisztikai versenyt Budapesten. Így hazánkat ők képviselhették a nizzai nemzetközi versenyen. A Tinódi Gimnázium diákjai a nizzai nemzetközi versenyen előadott prezentációjukat szerda délelőtt a sárvári TDM tagjainak, köztük városunk vezetőinek is bemutatták a Spirit Hotelben. A gimnázium 11C osztályából 5-en Agócs Alexandra, Kupi Zsófia, Lacó Bettina, Lacó Liliana és Lőke Anna vett részt október 6-án a Global Travel and Tourism Partnership által meghirdetett és az Iskolafejlesztési Alapítvány által megszervezett turisztikai versenyen. A GTTP Research Award egy nemzetközi pályázat, amit minden évben meghirdetnek, a Global Travel and Tourism Partnership, ez egy Amerikából kiinduló szervezet, és a világ 11 országába tanítják azt a tantárgyat, amit utazás és turizmusként hívunk itt Magyarországon. Minden évben van valami téma, amit kiírnak a nemzetközi szinten, és minden országban pályázatot nyújtanak be a diákok. Minden országban van egy országos forduló, amit egy verseny, azon elindultunk, és ezt megnyerték a lányok. Ennek a nyereménye egy nemzetközi diák-tanár találkozón való részvétel, amit Monakóban, Nizzákban, Frankfurtban, Münchenben szerveznek meg.
A verseny hazai fordulóját idén már 5. alkalommal nyerték meg tinódis diákok. A nemzetközi versenyre Nizzában került sor. Ide két tanuló, Lacó Bettina és Lőke Anna utaztak. Ők adták elő a QR kód szerepe Sárvár idegenforgalmában című prezentációt. A QR kód, mint azt az előadásból megtudtuk, egy kétdimenziós vonalkód, amit egy japán cég még 1994-ben fejlesztett ki. Használatára csupán egy okostelefonra van szükség. Az okostelefonokra lehet letölteni egy alkalmazást, úgy hívják, hogy QR kódszkánner, és ennek segítségével le tudjuk olvasni a QR kódot, és a webes elérhetőségére visz bennünket. A felmérések szerint a legtöbben ismerik a QR kódot, de leginkább csak kép alapján tudják azonosítani. Sárvár turizmusában jelen van a QR kód, legfőképp a fürdőn és a Turinfonban, de ezek a QR kódok is fejlesztésre szorulnak. Például az osztályunkban is már egyre többen ismerik, mert az elején is megkérdeztük, hogy ismerik-e a QR kódot, és azt mondták, hogy nem, de utána elmondtuk, hogy mi az, és most már mindenki felismeri, úgy az iskolánkban is. A lányok ezúton is köszönik a szponzoroknak a támogatást, Víg Viktornak és Horváth Né Tisler Noémi tanároknak a felkészítést, illetve a Sárvári Turinform irodának és a gyógyfürdőnek a prezentációjuk elkészítéséhez nyújtott segítséget. Rendhagyó témájú előadást tartott Kis Gáspár, nyugalmazott középiskolai tanár a Sárvári Páneurópai Klubban. Arra a kérdésre próbált választ adni, hogy léteznek-e boszorkányok. Könyves Kálmán királyunk rendeletéből tudjuk, hogy boszorkányok már pedig nincsenek. Azt viszont szinte mindenki saját tapasztalatából sejti, hogy amit törvényben tagadnak, annak van csak igazán valami valódi alapja. Ezt erősíti a magyar népi természet feletti, démoni képességekkel rendelkező, rosszat, betegséget hozó, boszorkányokról vallott nézete is. A helytörténész Kis Gáspár a legendák nyomába indult fél évszázada, és kutatásainak eredményéről számolt be november 28-án a Pán-Európai Unió Sárvári Szervezete által rendezett előadáson az érdeklődő közönségnek. 50 évvel ezelőtt én Kemenes alján Szent Martonba, Vönöckön, Márseváton, Sömjénbe, meg a betelepült asszonyokkal sokat beszélgettem arról, hogy fiatal korukban milyen hiedelmeket hallottak. Tehát ezek a történetek hozzávetőleg 150 évesek, mert mindenki úgy mesélt el, 60-70 éves emberek ezt a szüleitől, a nagyszüleitől hallotta. És rendkívül szemérmesen soha nem nevezték meg boszorkány gyanús egyéneket, de ők tudták, hogy kik azok. Na most a név abból adódik, hogy Könyves Kálmán törvényében az van, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Csak hogy a törvény nem a buzurgányokról beszél, hanem a strigákról. És a strigák teljesen mások. A magyar hiedelemben nem ismertek. A németben, franciában ők a vérfarkasok. Tehát egy teljesen más, elképzelt élő lényekről van szó. Na most azt is tisztázni kell, hogy a boszorkányok egy része, a banyák, azok alapján véve jóindulatúak. Ők segítenek összehozni a szerelmeseket, összenemillő párokat is össze tudnak boronálni. A boszorkányok viszont rosszindulatúak, azért már valami kívánságokat nem teljesítik. Az ártó, rosszindulatú teremtmények számos alakot ölthetnek, és még férfi boszorkányok is előfordulnak, derült ki Kis Gáspár előadásából. Nem csak nők, hanem férfiak is lehetnek boszorkányok, képesek átváltozni, általában kotlósnak, rókának, kutyának, de leginkább fekete, szürke macskának álcázva, hallgatóznak, azért mindent tudnak. Gyakorlatilag nincs előttük titok, és a felderítésük egyetlen módon lehetséges, hogy Luca napján elkezdjük építeni a Luca széket. Na most a Luca székről rengeteg történetet meséltek, sajna, az újságban néha meggondolatlanságokat írnak, mondjuk nem értek egyet a nőklapjába, hogy a Luca széke 7 darabból van. A 7 a szent szám. El tudom mondani, hogy a 7 vezér, a 7 törzs, a 7 napja, a 7 szentség, meg sor minden. Nem bizony, hanem vagy 9, mert ünnepnapon nem dolgoztak, vagy 13, a 9 átkozott szám.
Tessék belegondolni, hogy a rómaiak egyetlen korban csak 9 ág volt, ezzel várték az angol matrózokat is a 9 macskával. Azon kívül nehéz helyzetben van mind a kutya, amely 9-et kölykezett. A másik átkozott száma 13. 13 péntek, 13 vértanú, és még a nótában is, akinek 13 szélből van a gatyája, az nem sikerül, már a szára nem passzol. Azt az előadó végül a hallgatóságára bízta, hogy az elmondottak kinél hogy passzolnak össze saját emlékeivel. Aki azonban még jobban szeretne elmélyülni abban, hogy a környezetében léteznek a boszorkányok, az a napokban utca székére állva ezt megteheti. Kedves nézőink, városi programajánló következik. December 14-én, vasárnap 14.30-tól Karácsonyváró te napod lesz a Nádasdy várban. A délután folyamán lesz műhelyfoglalkozás, sor kerül a gyermekrajz pályázat eredményhirdetésére, és lesz interaktív mesejáték is a Győri Holle Anyó Színház előadásában. Szintén 14-én, vasárnap 11 órakor nyílik Katona Szabó Erzsébet textilművész Bőrkollázsok című kiállítása a Galéria Arcis kiállító termében. December 21-én rendezik az Advent a Postatéren című rendezvénysorozat Arany vasárnapi műsorait. 17 órakor gyertyagyújtás lesz a Stop and Go táncklubbal, majd fellép a Mentés másként trió Szegedről. Az autó Baumgartner Kft. Szombathelyen a Csaba út 7 szám alatt található. Sárváron legegyszerűbben a Tesco áruháztól Körmend felé autózva, a körgyűrűn, a V-Pík körforgalom után jobbra lekanyarodva közelíthető meg. A cég, mely már 20 éve áll ügyfelei szolgálatában, olyan magas minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújt, amely maradéktalanul megfelel az ügyfelek igényeinek, mind az új autó értékesítés, mind a szervizszolgáltatás területén. Ennek a munkának az elismeréseként 2012-ben és 2013-ban is a legjobb Renault kereskedésnek választották Magyarországon. Az Auto Baumgartner Kft. Szolgáltatásai. Új Renault és Dacia típusú személy- és haszongépjárművek értékesítése, tesztvezetés. Használt autóbeszámítás és értékesítés, teljes körű ügyintézés. A szerviz vállalja Renault személy- és haszongépjárművek garanciális és azon túli javítását, időszakos karbantartását, illetve más típusú gépjárművek szervizelését is. Műszaki vizsgára felkészítés, eredetvizsga. Gyári alkatrészek felhasználásával elvégzett javítások esetén 12 hónap garancia. Telephelyünkön a műszaki vizsgáztatás a Magyar Autóklub segítségével történik. Kiemelt akció a készleten lévő Megane, Fluence, Scenic személyautóinkra akár 850 ezer forint kedvezménnyel. Céges vásárlóinknak a flotta napok keretében akár egy autó vásárlása esetén is rendkívüli kedvezményeket biztosítunk december 31-éig. Megtekinthetik és kipróbálhatják a legújabb Renault Trafico és a megújult Renault Master kis teherautóinkat is. A szervizben választhat az akciós téli gumi kínálatból is. Minden eredeti Renault akkumulátorból 5000 forint kedvezményt biztosítunk, és a cseréért csak 10 forintot számolunk fel. Minden eredeti Renault akkumulátorra 3 év garanciát biztosítunk. Labdarúgás és kézilabda. Mai műsorunkat is helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. Győzelemmel zárta az őszi szezont a Sárvárfürdő Kinizsi NB2-es női kézilabda csapatunk, a záró fordulóban Körmenden lépett pályára. A Körmend elleni szezon záró összecsapást a Varga Ágnes, Kazári Rita, Bősze Boglárka, Sós Réka, Sós Patricia, Vajda Virág, Farkas Alexandra összeállításban kezdte a Sárvárfürdő. A keményen és koncentráltan védekező, gyors kézilabdát játszó Sárvár, Sós Patricia, Bősze és Kazári góljaival gyorsan 3 gólos előnyre tett szert.
Az már a mérkőzés elején is látszott, hogy Hegyi Gábor edző csapata más tempóban játszik, mint a házigazdák, így az első játékrész hajrájára gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A jó védekezésnek, pontos indításoknak és gyors lerohanásoknak köszönhetően a 25. percben már 10 góllal vezetett a Kimizsi. A szünetig ugyan faragott hátrányán és 17-9-re módosította az állást a körmen, ám a második játékrészben már nem volt kérdéses a mérkőzés végkimenetele. A Sárvárfürdő mindvégig agresszíven és pontosan védekezett, kapusai jó teljesítményt nyújtottak. A csapat ezúttal támadásban is ötletesebbnek, gyorsabbnak és szervezettebbnek bizonyult ellenfelénél. A cserék is komolyan lendítettek a csapat játékán, így végül egy kitűnő 7-2-es végjátéknak köszönhetően a vártnál könnyebb, gólzáporos 35-21-es győzelmet aratott a Sárvárfürdő Kimizsi az őszi zárófordulóban. November végén egy teremlabdarúgó villámtornával zárult a városi kispályás bajnokság. Az első szezonban 10 csapat mérte össze tudását. Hosszú, több mint egy évtizedes szünet után idén tavasszal indult újra a városi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság. A Városi Szabadidő Sportszövetség rendezésében a Sárvár FC műfüves pályáján márciustól október végéig zajlottak a mérkőzések. A 10 csapat oda-visszavágós rendszerben küzdött. 18 forduló volt, 2x9, ugye 10 csapat volt. Meglepő a sok nevezés, de határozottan mondhatom, hogy jól sikerült. 59 mérkőzés volt, és 1007 gól esett a mérkőzéseken. A átlagban elég jó, jó színvonalas mérkőzések voltak, különösebb gond nem volt. Már most kérdezik a csapatok, hogy a következő mikor lesz a folytatás. Én bízom benne, hogy márciustól már újra tudjuk szervezni a következő bajnokságot. A műfüves bajnokság végső sorrendje első lett az Ölbő csapata, második lett a Gérce polgárőrség csapata, a harmadik a Sárvár posta csapata. Ez a három csapat elég jó szerepelt, egymás ellen eredmények döntötték el, meg inkább amikor meg tudtak jelenni, ahogyan jelent meg a csapatok közül. Voltak-e valamilyen külön díjak? Külön díjak, csak a góllövőt díjaztuk. Sipos Tamás 22 gólt rúgott a Ölbő csapatának a játékosa. Úgyhogy 3 öngól volt az egész fordulók alatt, úgyhogy... A végén viszont egy terem labdarúgó tornával zárták. Hogy sikerült az a teremfoci torna, illetve annak mi lett a végeredménye? A csapatoknak megígértük, hogy november végén szervezünk egy 2x5 csapatos gyors fordulós bajnokságot. A Tar-Csavar Csapágy kispályás bajnokság 2014-es gólkirálya az ölbői Sipos Tamás lett. A városi bajnokság zárásaként november utolsó hétvégén egynapos kispályás teremtornát szerveztek. Ezen mind a 10 csapat részt vett. Előbb 2 5-ös csoportban körmérkőzések zajlottak, majd következtek a helyosztók. Ennek a végeredménye első lett a Bianca Butor, a Varga Zoli által vezetett csapat, a második lett a Fülöp Tekéző csapata, a harmadik meg a Kuglizó csapata lett. Itt is volt a külön díjak, a legjobb mezőnyjátékos a Jó András lett a Fülöp Tekézőből, a legjobb kapus lett a Vicmándi Ervin a posta csapatából, és a legjobb góllövő az meg a Már Peti lett a Bianca Butor csapatából. A városi kispályás labdarúgó bajnokság újabb szezonja várhatóan jövő év márciusában kezdődik. A Sárvárfürdő úszóiskolája 14 versenyzővel vett részt a Somogy és Zala megyei úszóiskolák régiós körversenyének második fordulóján Marcaliban. A 180 fős mezőnyben a sárváriak 37 nevezésből 20 oklevelet és 3 érmet hoztak haza. Péntek Márk 25 méteres gyors úszásban és mellúszásban is harmadik lett, míg Nagy Katalin 50 méter mellen szerzett bronzérmet. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorunkat látták. Új pénteki mozaikkal december 19-én este jelentkezünk. Ebben az 1967-ben forgatott Gimnazista földbirtokosok című dokumentumfilmet láthatják, majd az egykori szereplőkkel beszélgetünk. Hírek 7-kor című műsorunk idei utolsó adásával december 20-án szombaton 19 órától jelentkezünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a hét további napjain is. A viszontlátásra!